Fontos a munka, a teljesítmény elismerése, hangzott el azon a Kendi ünnepségen, amelyen a Nyíregyházi Egyetem rektora gratulált és részesített dicséretben összesen 36 jól tanuló, rendszeres közösségi, például demonstrátori munkát végző, vagy saját kutatás folytató hallgatót. A Magyar Nemzeti Bank speciális ösztöndíját ezúttal 30 gazdálkodás és menedzsment alapszakos fiatal kapta meg. A 2019-2020-as tanévfolyamán kerül folyósításra, 10 hónapig kapjuk, ugye szeptembertől következő év júniusáig. Hát leginkább a nyelvvizsgára lehet például fordítani, tehát nekem most ez az aktuális, és erre fogom ezt az ösztöndíjat költeni, hiszen a szakmai nyelvvizsga szükséges a diplomához, és anélkül sajnos nem lehetünk ott például a diplomát adó, hogyha ez nincs meg. Az ösztöndíj havi 20 000 forintos anyagi elismeréssel jár. Mint a rektor elmondta, nem sok intézmény hallgatói részesülhetnek kimondottan ebben az ösztöndíjban. A Nyíregyházi Egyetem ugyanakkor más módon is profitál az MNB-vel kötött együttműködéséből. Konferenciákat szervezünk, ahova a Magyar Nemzeti Bank szakembereit hívjuk el, konferenciákat támogat a Magyar Nemzeti Bank, hallgatók és oktatók vehetnek ezeken részt, illetve különböző könyvtárbővítést lehet az általuk adott ösztöndíjból finanszírozni, és hát itt még kiemelem azt, hogy a speciális szerződésünk következtében a határon túli magyarok is részesülnek ebből, általunk ebből a speciális ösztöndíjból. Az ünnepség keretében az OTP üzletrész országos szakmai versenyen sikeresen szereplő másodéveseknek is gratuláltak, ahogy az országos városmarketing versenyen 5. helyen végzett turizmus vendéglátás szakos hallgatók eredményét is elismerték. Mint elhangzott, a sikerekben a tanárok munkája is benne van, számukra is jó visszaigazolások ezek a díjak. Az igazi munka ugyanakkor csak ezek kiosztásával kezdődik.